Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis Witcher bemutató vélemény. Nagyjából az elejéből láthattok ilyen gameplay részleteket, még nem mentem teljesen végig a játékon, mondjuk nem is csodálom, pár nap jelent csak meg. De azért alapvetően kialakult egy vélemény, hogy mégis mi ez a Witcher, mire lehet tőle számítani, és kinek érdemes megvásárolni a Witcher-t. De tisztázzunk egy-két dolgot, tehát azt meg kell hagyni, hogy a Witcher egy korrektül összerakott játék. Az előző részekhez képest, tehát egy teljesen új sztori indul, és nem muszáj képben lenned az előző részek szereplőivel. Ott jelen vannak igazából az előző részek szereplői, de gyorsan el lehet kapni a ritmust, hogy ki kicsoda, és nem igazán kell tudd az előző sztorit, hogy mik történtek. A Witcher világát tekintve, ugye open world-ot teljes mértékben, és nem tudom hányszor nagyobb, mint az előző rész. Ebből nagyon sokat javítottak a grafikán, azt meg kell hagyni. Ebből adódóan, mint az előző részekhez is, kb. Egy monstrum kell, hogy elfutassa egy gépet, hogyha PC-ről van szó. Úgyhogy nekem egy GTX 770-en van, hát ugye egy 40 FPS tudott belőle kihozni ultrán, azt kell, hogy mondjam, 40 és 25 között, tehát inkább úgy mondom, tehát full ultrán, full minden bekapcsolva, hogy csak be lehetett 40 FPS-tél többet nem igazán produkált, úgyhogy készüljetek fel, kell hozzá azért egy masina, de ilyenkor szoktam azt javasolni, ha nem vagy biztos benne, hogy elfut a gépeden, töltsd le torrentről, nézd meg, ha tetszik, vedd meg, szóval nagyjából ennyit, csak arra, hogy készüljetek fel. A világ fantasztikus, azt kell, hogy mondjam, és itt jön a pro és kontra része a Witchernek, mert egy nagyon nagy világot kapunk, nagyon fantasztikus az egész, és habár a játék az elején úgy indul, hogy ott van melletted a társad, de a játék nagy részét egyedül töltöd, és meg kell, hogy korrektül van összerakva, viszont a rossz része ennek az egésznek, hogy ott vagy ebben a fantasztikus világban, és gyakorlatilag a változatos szörnyek, élet van a világban, falvak, emberek, tök jó ki van alakítva, az biztos, de mégis valahogy egyedül érzed magad. Szóval, aki szereti az ilyen szólós, magányos, farkasos küldetéseket, az nagyon szeretni fogja ezt a játékot, de aki inkább az ilyen kópos dolgokra vágyik, vagy arra vágyik, hogy legyen mellette valamiféle mesterséges intelligencia így a játékban, hogy ne érezze magát túl egyedül, akkor az nem biztos, hogy szeretni fogja a játékot, mert él a környezet körülötted, de mégis a körbevesz ez a magányos lengés. Valószínűleg a Witchernek van egy ilyen hangulata egyébként, hogy ő egy ilyen magányos farkas és túlélő. A maga a karakter az egy kicsit ilyen reflektálódik egy mai, mondjuk az idősödő valakire, aki úgy tekint a világra, minthogyha így elmúlna, és egy olyan torz világ felé fejlődne az egész. Tehát a Witcher karaktere kicsit olyan megtörtnek van ábrázolva, viszont tele van, hogy úgy mondjam, tapasztalattal, bölcsességgel, és tisztában van vele, hogy mi a különbség a jó és a rossz között, és úgy éli a mindennapit, az életét, hogy van neki egy etikai kódexe, de valahogy mindig alkalmazkodik ehhez a romlott világhoz, amit ebben a Witcher storyban találunk, mert és sokszor érzed a karakteren, mint hogy egy ilyen masszív iróniával néz a világra, és nem érti, hogy miért oda fejlődik, ahova fejlődik. Szóval ebből a szempontból a karakter nagyon jól ki van találva, azt kell, hogy mondjam. Szóval aki szereti ezt a fajta stílust, ezt a fajta karaktert, és ezt a fajta, nevezzük egy kicsit éles stílusnak, akkor nagyon fogja szeretni a Witchert. Beszélgessünk azokról, akik egy kicsit szeretnek egy kicsit pörgősebb MMORPG-kkel játszani, hogy gyorsan végigmenni, jobban érdekli őket a sztori, mint az akció. Én easy-n játszom, mert engem igazából a sztori az, ami izgat, és az akció is izgatna, csak gyorsan végig akarok menni rajta, hogy megtudjam a sztorit, a fantasztikus világot, stb. A probléma ott kezdődik, hogyha csak ilyen sztori módban mész gyakorlatilag, ahol nincs nagy kihívás az akcióban. Az igazság az, hogy még akkor is nehézé tud válni a Witcher. Szóval a probléma ott van, esetleg a Witchernél egy kis apró dolog, hogy van az inventory. Az inventoryban
mindent lehet kraftolni, megcsinálni, így csinálni, idehúzni, behúzni, félrehúzni, újra szerelni, update-elni, skilleket tanulni, skilleket össze-vissza cserélgetni, és az az igazság, hogy a Witcher enélkül nem él. Még easy szinten is nehézséget tud jelenteni egy-egy szörny, egy-egy emberekkel való csata, hogyha egy kicsit nem folysz ebbe bele. Szóval annak, aki szereti a Witcher világát, de szeretné egy kicsit gyorsabban haladni velem, esetleg nehézségekbe ütközhet. Mondjuk lehet, hogy olyan nehéz lesz, ha médiumon ízen játszom, mondjuk, mint a Dark Souls, azért mert ha nem mész bele egy kicsit ebbe a mágia részébe, nem használod ki a képességeket, nem használod ki a különböző löttyöket, amiket össze lehet keverni és megcsinálni, akkor a Witchernél azért bizonyos kihívásban ütközhetsz. Szóval azt kell mondjam, egy nagyon korrekt összeállított játék, nagyon jó sztorival, jó változatos világgal, egy élő világgal, szép világgal, viszont azoknak van kitalálva, akik szeretnek belemélyülni ebbe a világba, és átérezni ennek a világnak az összetettségét, és mert enélkül azt mondom, hogy a Witcher nem érdemes kijátszani, de egy kicsit belemész ebbe az egészbe, egy kicsit elkezd érdeklődni, egy kicsit látod, hogy jobban fejlődik a karaktered, és egyre több sikert érsz el, akkor nagyon-nagyon meg lehet szeretni a Witcher-t. A sztoriról még annyit, hogy rögtön az elején megtudhatjuk, hogy mi történik, nem spoilerezek le semmit, de vagyis hát leszpoilerezhetek. Szóval igazából annak, aki úgy nem beszél angolul, a sztori rövid lényege annyi, hogy megjelent egy új erő, egy új gonosz erő, ami elrabolja az embereket, a gyerekeket, amiről még nem tudjuk, hogy mit csinál vele, csak itt-ott felbukkannak, és elrabolják az embereket, megölik, felgyújtják a falvakat, és elrabolják a gyerekeket. És valószínűleg egy idő után, ő utánuk kezdünk el nyomozni, és az egész összebonyolódik a karakterekkel, és hogy kinek hogy van köze ehhez az egészhez, ebben az egész nagy képben. Mind emellett, miközben nyomozunk különböző emberek, barátok után, stb., mind a közben természetesen rengeteg küldetést hajtunk végre, tehát mindegyik nagyobb küldetésnél vannak kisebb küldetések, mindemellett még találhatóak ilyen mellék küldetések is, szóval nem lehet unatkozni a Witcher világába, ám mégis van egy unalom forrás, azt kell mondjam, és az a lovaglás, tehát van gyors utazásra lehetőség természetesen, mert megőrülnél, ha végig kellene lovagolni két város között, de az igazság, hogy mondjuk két pont között, ahol nem lehet gyors utazni, ott végig lovagolni gyakorlatilag, az a fölösleges őrület, azt kell mondani, legalábbis számomra, aki egy ilyen aktívabb játékos is pörögni szeretne, az őrület. Persze két pont között, miközben lovagolsz, belefuthatsz haramiákba, különböző szörnyekbe, farkasokba, anyám kínjába, ahol így növelgetheted az XP-det, stb. De alapvetően ez a lovaglás ide vagy oda egy kicsit unalmassá teszi a játékot számomra, aki egy olyan játékos, aki gyors, instantabb akcióra vágyik. De mint mondtam, aki szeretne beleélni magát ebbe a világba, az szerintem imádni fogja. Tehát nagyon jó. Tehát időváltozás van, időjárás változás, és tehát nappal, éjszaka, és egyszerűen szépre van kitalálva. Tehát akinek mondjuk egy Nvidia videokártyája van, és még jól is bírja a Witcher-t, az azért elég szép grafikai teljesítményt láthat, azt kell, hogy mondjam. Nos, azt hiszem nagyjából elmondtam mindent így röviden, amit érdemes így gyorsan tudni a Witcherről. Mondom, egy jó játék, korrekt játék, nem vettem volna észre benne sok bugot, frankon működik. És még egyszer mondom, hogyha nem vagy biztos benne, hogy viszi a gépet, töltsd le, nézd meg. De egy olyan játék, amire érdemes, azt gondolom, hogy pénzt adni, de viszont csak annak érdemes pénzt adni, aki rajong ezért a világért, aki hajlandó belemenni az apró részletekbe, meg különböző dolgokat craftolgatni, megtanulni, arra is ügyelni, hogy a kardját megélezze. Szóval ilyen szintű aprólékos dolgokig megy a Witcher, és az igazság, hogy hiába játszok könnyű szinten, akkor is bele kell folyjál valamilyen szinten ezekbe a craftolgatásokba és dolgokba ahhoz, hogy sikeresen és élvezetesen végig tudjál száguldani
ezen a történeten. Nem az a játék, ami, habár sok-sok óra játékidő, de nem az a játék, amit egyben végig lehet játszani, vagy végig fogsz játszani, mondjuk leülsz 3 nap, és Witcher. Inkább az úgy vagyok vele, hogy ez az a játék, ami leülök, egy órát eltöltök, megcsinálok egy küldetést, aztán tehát egy aféle kikapcsolódás. Megcsináltam a küldetést, de nem szabad rásoltatni ezt a játékot, mert nem arra készült, hogy úgy kielvezd minden porcikáját. Nos, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!